Szinte teljesen szétnyílott a balesetet szenvedő személyautó első része. A tragikus kimenetelő ütközés 2016. augusztus 8-án a hatos úton Kakasd és Szekszárd között történt. A fehér kocsiban egy öttagú család utazott. A gyerekek közül a legkisebb, egy 3 éves fiú a helyszínen meghalt. A balesetet okozó teherautót egy 51 éves férfi vezette. Ő könnyebb sérülésekkel úszta meg a hatalmas ütközést. Az elhunyt kisgyerek ülésmagasítóban ült, amit 3 pontos biztonsági övvel rögzítettek. Az ütközés olyan erős volt, hogy az orvos szakértő szerint azonnal kitörött a nyaka. A gyermek nem csak az egyes csigolya törése miatt szenvedte el a halált, hanem a mellkasi főverőért oly mértékben sérült a nagy erejű ütés következtében, hogy a halál elkerülhetetlen volt, még abban az esetben is, ha a gyermek egyébként nem az ülésmagasítóban ül, amely 3 pontos biztonsági rendszerrel van ellátva, hanem az egyébként korának megfelelő 5 pontos biztonsági gyermekülésben is. Az egész országot megrázó tragédia során a család másik 4 tagja is súlyosan megsérült. 3 közülük maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Az ítélet meghozatalakor ezt is figyelembe vette a bíró. A szekszárdi járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3,5 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott nem fogadta azt el, felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett.